A könyv és a könyvtárosok világnapja fontos a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár számára. Arra törekszenek, hogy az olvasók az online térben is megtalálják a számukra hasznos programokat, ezért ajánlókat készítenek a könyv szeretete és az olvasás népszerűsítése jegyében. Bár a látogatók nem mehetnek az épületbe, a kölcsönzés megoldható. A virtuális térben pedig folyamatosan zajlanak a kulturális események. Ilyen, ami a jövő héten indul, a 48. gyermekkönyvhónap, ezt is most online tudjuk megrendezni. Hagyományosan minden évben meghirdetünk egy rajzpályázatot, idén Berg Judit világa címmel hirdettünk meg, és a beérkező alkotásoknak az eredmény hirdetése április 26-án hétfőn 10 órától lesz. És hát számtalan programot tettünk át az online térben, ilyen a helytörténeti esték programsorozatunk. Ugye április 27-én is lesz előadás, de májusban is folytatjuk. A gyermekkönyvhónap keretében több író üzenni fog a gyerekeknek, Berg Judit és M.K. Csor Zoltán. Azoknak, akik nem tudnak személyesen elmenni a könyvtárba, új lehetőség áll most rendelkezésükre. A könyvtárbusz célja, hogy a kis térségekbe is elvigyék a könyvtári könyveket. A guruló könyvtárunk az egy kamion gyakorlatilag átalakítva könyvtárbusszá. Szép, nagy, tágas lehetőséget biztosít 3000 könyv dokumentum elhelyezésére, és elsősorban a fehérgyarmati térségbe jár, tehát a legkisebb, legapróbb településekre tudjuk elvinni a kultúrát, az információt, a könyveket, valamint itt Nyíregyházán, a nyíregyházi bokortanyákon is járja az utakat, és szolgáltat. Hát most a pandémiában szintén úgy, hogy előre megkérik a kollégától a könyveket, és leadja a buszról, tehát a buszt sem szabad látogatni. Amikor nem pandémia van, akkor viszont számítógéppel felszerelt, LED TV-vel, tehát a legkorszerűbb, sikerült olyan fejlesztést is végrehajtanunk a tavalyi évben. Egy olyan modern parabolát tudtunk felszerelni, ami a határmenti kis településeken is jó erősségű és biztonságos internet kapcsolatra alkalmas, úgyhogy tudják használni elektronikus ügyintézéshez is. A könyvtári szolgáltatás mellett Kamaszterasz program is indul a könyvtárban, ahol a fiatalok ismert írók és költők támogatásával kibontakoztathatják a tehetségüket. A közös munka eredménye már kötet formájában is megjelent. A könyvtár büszke, hogy az elmúlt időszakban elnyerték a Családbaráthely bronz fokozata címet is. Várják, hogy végre személyesen is találkozhassanak az olvasókkal.